Sziasztok, én Tomi vagyok, ez itt pedig a Mobilis Diák Laborja. Ebbe a videóba ismét egy otthon kipróbálható kísérletet szeretnék számotokra bemutatni. Az a kérésünk, hogy esetleg kipróbálnátok ezt a kísérletet, ezt mindig felnőtt felügyelete mellett tegyétek meg. Hát ebbe a kísérletbe egyébként amúgy is szükség lesz majd egy segítő kézre, vagy épp két kézre, hiszen egy kicsit meg fogjuk vizsgálni, hogy mi is az a súrlódás, és ez mondjuk könyvek esetében hogy is tud érvényesülni. Na nézzük meg, mire van szükségünk a kísérlet elvégzésére. Nagyon egyszerű, 2 darab könyvre lesz összvisz szükségünk. Természetesen nem kötelező ezeket a könyveket használni, amiket én használok. Nyugodtan lehet mást is ehhez a kísérletet használni. Hát mondjuk most jelenleg ezek a könyvek olyan 270-300 oldalasak, azért praktikus, hogyha ilyen vastagságú könyvekkel csináljuk a kísérletet, hiszen kisebb lapszámmal lehet, hogy nem működik ilyen szépen. No, tehát nézzük, hogy mit is fogunk csinálni. Alapvetően én azt mondom, hogy ezek a könyvek úgy össze tudnak kapcsolni bármiféle ragasztó vagy éppen rögzítési módszer nélkül, hogy akár én azt mondjam, egy kollégámmal nem fogom tudni széthúzni. És ugye gondolhatnánk, hogy mit csinálunk, esetleg mondjuk így egymáshoz rakunk 2 könyvet, és ugye hát ez így nagyon könnyen szétcsúszik. Hiszen mi történik? Ugye mondjuk csak, hogyha 2 lap találkozik, akkor azok között ugye van súrlódás, hiszen ugye a papír felülete azért nem olyan szép sima, mint mi azt látjuk. Ugye, hogyha nem is megyünk el addig, hogy megnézzük, milyen részecske és hogy épül fel részecskékből ez a könyv, illetve hogy annak a papírlapjai, de hogyha már egy kicsit jobban belenagyítunk, láthatjuk, hogy nem egységes a felülete, hanem ilyen göcsörtös. Ezek miatt a göcsörtök miatt gyakorlatilag fellép egy súrlódás a 2 között. Viszont itt még olyan elhanyagolható a súrlódás, hogy látjuk, ez a 2 könyv nagyon könnyen elcsúszik egymáson, vagy éppen az asztallapon. Mit is kell csinálnunk ahhoz, hogy működjön ez a kísérlet? Meg kell fogni ezt a 2 könyvet. Úgy lapozunk, hogy a legutolsó oldalaik legyenek. Ugye szépen így egymásra rakjuk. Majd ezek után elkezdjük a könyveket összelapozni. Nem muszáj laponként, én sem laponként csinálom, de szépen el lehet kezdeni összelapozni a könyveinket. Ezzel azt érjük el, hogy sokkal nagyobb lesz a réteg vastagság, ugye? És pontosabban az, hogy hogy is találkoznak ezek a papírlapok. Nem csak 2 papírlap fog egymással találkozni, hanem hát lényegesen nagyobb számú. Ez egy kicsit időigényesebb lesz. Elárulom mindenkinek, aki végzi a kísérletet, hogy az még időigényesebb lesz, mire szét szokjuk szedni, hiszen én kipróbáltam a videót, ezt a kísérletet csak azért, hogy lássam teljesen én is, hogy működik, és nehezebb szétszedni, mint összerakni. Általában egyébként ez így fordítva szokott lenni, ugye? Jó, össze is lapoztam a 2 könyvet, ugye látszik, hogy szépen egymáson vannak sok helyen a lapok. És akkor szeretném kérni Tóth Máté kollégámat, hogy kicsit segítsen, és akkor megpróbáljuk most szétszedni ezeket a könyveket, szeretném mondani Mátét. Jó, Máté megfogja az egyik könyvet, én a másikat, és látszik, hogy elkezdjük húzni, és nem nagyon tudjuk szétszedni, pedig aztán, és még hogy elengedjük, akkor se esik szét. Szerintem ez egyértelműen látszik meg, ugye így se. Viszont ugye abban a pillanatban mondjuk, hogyha nem találkoznak már ezek a rétegek ennyire, akkor ugye előfordulhat az, hogy nem elég nagy a súrlódás, és szépen szét tudjuk választani a könyveket. Tehát látjuk, mikor így egymással több réteget raktunk rá, abban a pillanatban ugye sokkal nagyobb lett ez a súrlódás, ami már akkora volt, hogy 2 erejesen volt ahhoz elég, hogy szét tudjuk szedni ezeket a könyveket. Próbáljátok ki otthon bátran, viszont figyeljünk arra, hogyha esetlegesen mondjuk az történne, hogy valahogy nem jól lapoztuk össze, és szétcsúszálnak ezek a könyvek, nehogy elessünk, vagy éppen azért, mert kicsúszik a kezünkből, szóval óvatosan kísérletezzünk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!